szép napkeletnek, szép napkeletnek virány a lelkem, örök tavasznap mosolyog le rá, mi csak a földre ejtett az Isten, megterem rajta minden szép virág. Csak egy hiányzott, a hit virága, a síron túli életnek hite, és ez is kikelt már, ez is virít már, és ezt szerelmed ülteté ide. Miről a büszke, az elbízott ész egy hangot sem bírt mondani nekem. Megmagyaráztas, mi könnyedén azt édes szerelmem, kedves hitvesem. Nem sötét a sír, szemünk vakul el, ha rátekintünk fényességitől, mely oly szokatlan varázs özönnel a más világból arcainkba dől. Nem az enyészet rideg tanyája a koporsó, de vidám sajka ez, amely velünk-e szép életből egy még szebb élet partjára átevez csak azt az egyet szeretném tudni. Hol, merre terjed ez a másvilág? És mi alakban jutunk majd innen ez ismeretlen más világba át? Mint ágrul ágra a csalogánypár, pár, csillagrul csillagra szállunk te s én, vagy mint két hattyú ringunk szelíden, az örökké valóság tengerén. Pest 1847. november 4-e után. Mint említettem, egyik előző vers felolvasásakor, a koltói mézes heteket követően Petőfi és Júlia kocsira szállnak ellátogatnak Kolozsvára a Petőfi által legszebbnek, legemberhez méltóbbnak tartott magyar városba, utána megérkeznek Nagyváratra, utána Nagyszalontára, egy-egy vers jelzi az útnak az emlékeit, amiről máig se tud az irodalom történet, hogy talán Jászberényen keresztül mennek Pestre, és Jászberényben is töltenek egy-két napot, ez lenne 1847 november első három napja. Minden esetre negyedikér már Pesten látjuk őket. A Jókai által előkészített, és persze a neves színész barát által, Egressé Gábor által elég készített albéletben, ahol aztán később a hó közepén maga Jóka is oda költözik, hogy némileg csökkentse az akkor is már elég borsos albérleti díjat, mert nem csak most magas az albéletek árát, bizony ez a reformkorban is így volt, és Petőfi mintegy a pesti lármába jutva azért néhány elcsendesedő, nap során ilyen verset tud írni, mint a szép napkeletnek. Megvalom őszintén, hogy ezt a verset a Petőfi évfordulóra való felkészülésem során fedeztem fel magamnak, ez az utóbbi négy év, hiszen ahogy az arany évforduló befejeződött 2017-18-ban, nyomban nekiláttam, hiszen jól láttam előre, hogy jön a Petőfi évforduló, és ha megérem, akkor erre is szeretnék majd egy könyvet írni, ez meg is született a kinekünk Petőfi Sándor, és hogy újra és újra végigolvastam a verseket, fönnakat néhány addig nem kellőképpen méltányolt versen a tekintetem, és ilyen ez a szép napkeletnek. A felütése is nagyon érdekes. Azt mondja Petőfi, hogy hát mindent megkaptam az életben. Költői hírt, gyönyörű feleséget, értelmes házastársat, de egy hit hiányzott. A hitnek egyik nagyon fontos tartozéka hiányzott az életemből. De most, hogy együtt töltöttük az első hónapjainkat, és oly sok mindenről beszélgettünk, köszönöm, kedvesem, köszönöm, ifjú feleségem, hogy elhoztad számomra ezt a hitet, tudnálik, az örök életben való hitet azt a hitet, amely nem csak erre a földi életre szól, mert ez a földi élet soha nem lehet maradéktalan beteljesedés, soha nem lehet osztatlan tökéletesség, de van egy tökéletes lét, lesz egy tökéletes lét. És ezt olyan szépen előkészíti ezzel a felütéssel, ahogy, ahogy rávezeti a tekintetünket, hogy a hitnek nagyon fontos láncszem, hogy mit kezdünk a jövővel. Van-e örökkévalóság, van-e örök élet, és előre megköszöni, mint hogy a pálapostól a levelében előre megköszöni Istenek, hogy van megoldás, és mielőtt kifejteném, az előtt köszönetet mondok érte mitől a büszke, az elbízott ész egy hangot sem bírt mondani nekem. Megmagyaráztas, mi könnyedén azt édes szerelmed, kedves hitvesem. Hát igen, a régi szembálítása, amely már a reneszánsz, a felvilágosodás óta az értelem és az ész szembeállítása, amelyet a barokkig ugye az érzelem javára döntöttek el, aztán egy rövid zárlatként a felvilágosodás de hát Petőfi is mit mond az észről? Nyomorú ész, kifénynek fénynek hirdeted magad, vezes, ha fény, hogy vezes csak egy lépésnyire, nem kérem én, hogy átvilágíts nékem a más világnak fátyolán a szemfedőmet, nem azt kérdem én, hogy mi leszek, hanem hogy mi vagyok, és miért vagyok, mondta már a világosságot című versében. Igen, Petőfi és a felvilágosodás kapcsolata rendkívül kettős értelmű, hol az értelem mellé áll lelkestül, hol pedig azt mondja, hogy de kevés azért az értelmet meg kell valamivel toldani, de ez nem okvetlenül az érzelem, hanem a hit. Hogy Pászkál mondta, hogy a hit az nem ellentéte az értelemnek, hanem tovább folytatása, továbbvitele, tökéletesítése, mert hiszen az az igazi értelem, ami eljut a meggyőződésig, a bizonyosságig, és mi a bizonyosság? Nem sötét a sír. Szemünk vakul el, ha rátekintünk fényességitől, mely oly szokatlan varázs özödnel a más világból arcainkba dől, nem az enyészet rideg tanyája a koporsó, de vidám sajka ez, amely velünk e szép életből még szebb életpartjára átevez, hogy átlényegíti a koporsót, ami nem egy föld alá bocsátott embernek a börtöne, hanem, hanem átevez a szép világból a még szebb világra. És aztán nem Petőfi lenne Petőfi, ha nem tenne fel kérdést, mert Petőfi azért a vívódások, a küzdelmek embere, teljesen megnyugodni ő csak a, a hegyek közszimű versében tudott, amikor másolta ott az apostolt 1848. szeptember elején Pesten, illetve Budán a Zugligetben és ott valahol a tündérszikla alatt, ott valahol a harangvölgy csodálatos részeiben megírta ezt a, az életének talán legnagyobb idilli versét, bár még egy ilyen idilli verssel is épít novemberben fogunk találkozni, ez az Itt van az ősz, itt van újra lesz, ez az ódává emel dal, ahogy német Gébéla nevezte. De ez az idillis, ezzel a röpke, kérdéssel nem kevésbé idill, hogy hogyan is lesz ez az örök élet, hogy hogyan is fogunk nem csak ebben az életben összetartozni, akik szeretik egymást. A, 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 szeretet az hogyan lesz örökkévaló és, és maradandó, és ezzel zárja az utolsó két szakaszt, csak azt az egyet szeretném tudni, hol, merre terjed ez a másvilág, és mi alakban jutunk majd innen, ez ismeretlen másvilágba, hát igen, ismeretlen, mert amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív meg se gondolt, azt készítette Isten az őt követőknek, mondja Pál a Korintus első levelé, level elején. Tehát nem sokat beszél a Biblia erről az örök életről. Csak bizonyosak lehetünk benne, hogy egy csodálatos örök élet lesz a fejlődésnek, a kibontakozásnak, a, a szeretetben való növekedésnek egy olyan szintere, ami most itt a földön elképzelhetetlen, mert itt minden törekvés ellen jön, egy ellentörekvés, most minden jó után következik valamilyen rossz, itt a, a, a napjaink, a napfényes napjaink után jönnek a borús napjaink, és ezért záródik ez a vers ezzel a csodálatos szép látomással, mint ágrul ágra csalogánypár, csillagról csillagra szállunk te én, vagy mint két hattyú ringunk szeríden az örökké valóság tengerén. Mondom én ezt a verset az utóbbi két-három évben fedeztem fel, és ajánlom mindenkinek egy másik Szendrei Júliához írt vershez, a Dicsérsz kedveshez, amit Nagyváradon vetett papírra Petőfi, ezt a pesti verset is odatársítani, Többet ízzelgetné, olvasné különös formát öltő verszakait is, külön erre a témára kitalált forma ez, hosszabb és rövidebb sorok szabályos váltakozása, mint a dicsőséges nagyuraknál is, de hát annak volt egy erőzménye, Vörösmarty Fóti dala, ezt viszont Petőfi találta ki, és ennek a címét is jegyezzük meg, szép. Napkeletnek.